Wow, hideg van, mint az állat. Na, jó napot mindenkinek. De Ozi vagyok. És körülbelül olyan déli 12 óra lehet. Most, éppen munkában, délutánosként. És elsősorban szeretnék boldog karácsonyi ünnepeket kívánni mindenkinek. És hogyha addig nem találkoznánk, akkor boldog új évet is. Ipi. Na. Következő. Várjuk, amikor a kocsi elmegy. El is ment. Na. Hú. Durva évünk volt, vagyis évem. Hát, vannak dolgok, amik nem jöttek össze. Sajnálatos módon, de nagyon remélem a következő év gazdagabb lesz a meglepetésekben. És több hírrel tudok szolgálni. Elsősorban szeretném felhívni figyelmeteket, hogy a cncbase.hu nem állt le, csak éppenséggel, mivel a játék nincs, ezért még nem fogunk üzemelni egy darabig. Amit még tudni kell, kijön a CNC Renegade, nem tudom, január 26 valami ilyesmit állt, és arról majd gameplayt fogtok nézni, vagyis tudtok nézni a csatornámon, a YouTube per Dozi vagy Axbrodock néven futó rész. Most nem tudom, mert át lehetett alakítani. Hát mindegy, beírjátok a YouTube-ra, hogy Dozi, és egyből kidobja a csatornámat. Úgyhogy ezzel nem kell izgulnotok. Na, ha ez a CNC Renegade, ez nagyon op lesz, ez nagyon királyságos. És vannak dolgok, amik ugye sokat változtak az előző béta óta, mivel hogy közel egy éve volt rá lehetőség letölteni a játékot. Ugye nagyon ilyen alfa-béta tesztfázisban volt. Most elvileg mindent kijavítottak, meg minden ugye újra lett szerkesztve, és ez nagyon jó elvileg, amit elmondtak. Január 26-án kiderül minden, és arról majd láthatok majd egy gameplayt mind a csatornámon, mind a Twitch-emen, a The Name Ozi. Igen, volt egy kis malőröm, olyat sugároztam, amit nem kellett volna, és így zárolták az előző Twitch-emet. Hát részben ideje volt már, hogy csináljak egy újat is, végül belegondolva, mert kíváncsi vagyok az, hogy ténylegesen menjen szeretnének nézni. Hát eddig jól állok, azt hiszem, követés terén. De lehetne majd több is, természetesen. Na, ami még nagyon fontos, hogy ugye filmek terén is nagyon királyságos volt, illetve gazdag volt ez az év. Szeretném elsőként megemlíteni a kedvencemet, ami tényleg nagyon faim volt. IMAX-ben néztem meg, az a Thor 2. Hát én szétrögtem az agyam. Nagyon jó jelenetek voltak, ajánlom mindenkinek, hogy majd ideje lesz. Torrentként töltse le, de ezt nem hallottátok. Amikor természetesen kijön. Legutóbb a Hobbit 2-t néztem meg. Hát gyerekek. Hát ahogy én a kritikákat néztem, ez időhúzásos film volt, de szerintem attól függetlenül megérte. Mondjuk kedvezményesen néztem meg, úgyhogy az az 1730 forintot szerintem teljes mértékben megérte, IMAX-ben meg főleg. Én nem panaszkodom. Jó élmény volt. Én szerintem jobb lett, mint amire vártam. A trailer alapján elég alaposnak tűnt. Amúgy. Na, még mit akartam mondani? Következő év. Yep. Következő évben ugye jön majd a Winter Soldier. Mármint az a Amerika Kapitány 2. Igen, Amerika Kapitány 2 jön. És akkor sok minden lesz terítéken. Pillanat. Oké, már 4 perce megyünk. Nagyon jó. Amúgy pont 60-nak az egyik utcájába mászkálok, éppen ebbe.
úgyhogy láthatjátok, elég hosszú, úgyhogy van miről beszélnem. Mondjuk az elején kezdtem el videózni, 4 perc alatt itt vagyok, egész jó. Na, még ami nagyon érdekes, hogy a Amerika Köpeteny 2-n kívül, ami még fog jönni, az a Jupiter Assembly, amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk nem a szereplők miatt elsősorban, mert ugye ez a Tatum gyerek játszik benne, meg még egy csaj is, aki nagyon ismert filmekbe. Mindegy, nevekről nem tudok beszélni, értek fölösleg. Inkább a alkotókról beszélnék. Ugye ők 98-ban alkottak egy nagyot, Matrix néven. Természetesen, aki Matrixon tudom, hogy jó, de jó. De azért, ugye voltak ott negatív, pozitív, meg hasonló. Nekem a trilógia teljes mértékben tetszett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyen lesz ez a Jupiter eszemű, mert hogy nézem, ilyen űrhajós dísz, földön kívül is dísz, meg itt is vagyunk, meg nem is, meg zuhanunk a levegőbe is, meg ilyesmik vannak benne. Úgyhogy izgatottan várom. Amit még meg akartam nézni, csak sajnos nem sikerült, de szerintem jobb is, hogy így nem néztem meg, az természetesen a végjáték. A végjátékra nagyon kíváncsi voltam, hogy az most hogy mint, meg hogy, de élmény romboló volt, hogy nem lehetett megnézni 3D-be. Mondjuk, hogyha már elmegyek a moziba, akkor minimum a 3D legyen meg. Hogyha meg IMAX, akkor meg hippi-hippi. Nem? Én így vagyok vele. Természetesen vannak kivételek, amik jobb simán megnézni csak moziba. De az más lapra tartozik. Hogyha skifit nézel, mozi, IMAX, tökéletes siker. Egyelőre. Hát meg ki akarom próbálni tervezni 4DX-et, még nem volt rá lehetőségem. De mindenféleképpen érdekel, hogyha valaki egy nagy csulát ereszt a filmbe, az a pofámba vágódik-e, vagy valami. Úgyhogy ez nagyon érdekfeszítő. Na, még mi lesz? Következő év márciusára. Hát, lehet, hogy lesz egy kisebb meglepetés részemről, de ezt majd inkább akkor. Ami még tetszett az idén. Pacific Rim. Gypsy Danger. Ez egy olyan kombináció lett filmterén, ami kihagyhatatlan volt IMAX-be. Egy kicsit sötét volt, ez tény és való, de attól függetlenül tökéletesen élvezhető volt maga a film. Mondjuk, hogyha egy kicsit több zsét öltek volna bele, akkor én szerintem lehetett volna még egy kicsit üdősebb is, kicsit több elektronikai harc lett volna. Mondjuk, aki olvasta-e, nézte annó a képregényt, vagy a kis rajzfilmet, mert régen volt a Pacific Rimből, az tudhatja, hogy nagyjából nem is erről szólt, de azért sok köze volt egymáshoz. És ahhoz képest egy kicsit élményomboló volt a film, de a maga alapjáraton kb. Annyira jól össze lett rakva, mint a Dragon Ball Evolution. Csak éppenséggel a Dragon Ball Evolution-ben egy kicsit ilyen... What the fuck? Mondjuk nem a sorozatot követte, az tény is való. Meg voltak ugye mozifilmek is a Dragon Ball-ból. Hogyha egy kicsit rászánták volna magukat a készítők, meg az a... Konkrétan aki a Dragon Ball-t megalkotta, hogy egy kicsit ne egy új szálat nyomjon, hanem a régiből rakjon össze valamit, mert ugye a remékek most a menők minden téren, és hogyha ezt meg tudta volna csinálni, akkor szerintem sokkal jobban nézett volna ki egy Son Goku vs. Frieza, mint egy Son Goku vs. dermesztő, mint ez a Son Goku vs. Ki volt ez a faszom? Ez a sátán, vagy mi a franc? A kis sátán néven ment, ugye? Utána a gyereke meg ifjú sátán. Na mindegy. Piccolo. Piccolo. Pikkeld a lovat, ennyi. Na. Hú. Kemény volt az idei év.
de ugyanakkor kurva jó is. Mindenki gondolom kiélvezte, amennyire lehetett az idei évet, mert már csak pár nap van hátra, és itt van 2014. Javaslatom mindenkinek, hogy csinálj azt, amihez kedve van, csináljon olyat, amit még nem csinált, és jövőre menjen el mindenki választani. Mivel, hogy ez egy társadalmi létforma lesz ahhoz, az, hogy válasszunk magán ezen az egész shitstormon, hogy hogyan folytatódjon a magyarok élete. Na, én ezzel itt be is fejezném. Ozi voltam. Szerintem hamarosan jövök vissza. Habár még nem tudom mikor, de nagyon remélem minél előbb. Úgyhogy viszontlátás!